Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 28-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Ő felnéz most a csillagokra. Ő bízik ebben az isteni segítségben. Az is előfordulhat, hogy egy ilyen spirituális utat indít. De mit írnak a csillagok, amiben ő hisz? Ez kihat a sorsára, és ő ezt érzi is. Mert a második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei, és ez a kártya mutatja a sors kerekét. Itt mozognak az események, de ő nem lát semmit. A szeme be van kötve. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a hölgy mutatja az ő érzelmeit, az ő tartását. Tehát ő nem látja, hogy mi következik, de érzi, hogy itt lesz egy sorsdöntő fordulat. Mivel nem tudja, hogy mi következik, vagy a Jóisten hogy segít neki, mert ebben bízik, nézi a csillagokat, tehát hisz benne, de nem tudja, hogy mi lesz. Ezért ő most fogva érzi magát. De kihat rátok is, mert ezt nem közli. Mert nincs arról fogalma, hogy mi lesz a közeljövőben. Ő tudja, itt lesz változás, egy sorsdöntő változás, de hogyan tovább? Ezt a kérdést a jelen pillanatban nem tudja megválaszolni. És emiatt ti is fogva érzitek magatokat. Itt vannak félelmek is. A napi kártya, itt németül Leidenschaft, lefordítva szenvedély. Ez utal a szenvedélyekre, egy testi kapcsolatra. Ez most fontos, mert ez felszabadít benneteket, és érzitek ezt a szerelmet, érzitek ezt a közelséget. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videó felvétel áll néven, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!